Szevasz, Cecilia, mit csináltál? Nézzétek meg, kipakolt a házikóból, oda nézzetek, az összes szénát kirakta ide. Ha mi van, meleged volt? Egyem az uzádat, te. A szöszike, ha meleged volt, mi? Nézzétek, kipucolta az egészet. Beszarod. Na hát, te milyen vagy? Meleged volt, mi most már nem kell. Itt a felmelegedés is. Nézzétek meg, marad benne. Nézzük, mennyire végezti alapos munkát. Hát igen, alapos munkát végezték, kérlek szépen. Ja, te. Igen, nagyon ügyes vagy. Nagyon kipakoltad onnan. Hát igen. Véget ért a tél. Ennyi. Te nagyon ügyes vagy, majd egy cseprűt azért majd hozok, hogy azt is használd, jó? Legközelebb? Hát te nagyon ügyes vagy, Szeszike. Komolyan mondom. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Jó. Érzi most a kezemen a szagot, mert nemrég reggeliztünk. Na hát, Szöszi, te igazi takarító művész vagy. Sehol, úgy látom, elég volt ebből. Igazi gyerek. Na hát, mint látjátok, szóval egyértelmű jelző, hogy véget ért a tél. Úgyhogy neki most már nincsen szüksége ilyen melegen tartó szénára. Ő szépen kitakarította a kis viskóját neki. Egyébként, mint látjátok, most már így szépen elkezdett nőni a fű. Hál' Istennek, ennek a sok esőzésnek köszönhetően. Úgyhogy próbáljuk most teljesen befűvesíteni majd itt neki a kis helyét. Ha majd jönnek hozzá látogatók, akkor itt, főleg ha esett az eső, akkor ne a sárba tapicskoljanak, meg Szöszi is tisztán tudja, hogy jobban tartani magát. Meg hát amúgy is jobban néz ki, úgyhogy most füvesítés időszaka van. Hogy ment Tyson házába. Mit csinálsz Tyson házába? Szöszi, mit csinálsz ott? Én már itt is takarít. Nézzétek, már mindjárt ki fogja takarítani Tysonnak a helyét.